Nem olyan jó már a testvérpár viszonya. Mióta Meghan megérkezett, Harry herceg évek óta vágyott már saját családra, ezért mindenki nagyon örült, amikor végre összejött álmai asszonyával, Meghan Markle-lel. Legalábbis egy darabig. Ugyanis, mióta Meghan bekerült a királyi családba, alaposan felforgatta az állóvizet, sőt, még a két trónörököst is összeugrasztotta. Meghan nagyon megváltoztatta Harryt, jelenleg egy dokumentumfilm készül Meghan és Katalin egyre feszültebb viszonyáról is. Mely a Kate 5 Meghan, Princess is at War, azaz Katalin vs. Meghan, Hercegnők háborúban címet kapta. A cím sántít, mert egyik sem született hercegnő, de ebben az alkotásban megszólalt a hercegek édesanyjának, Diana hercegnőnek az egykori bizalmasa, Lady Campbell is, aki máig közel áll a családhoz. Elárulta, hogy igazak a pletykák, Harry és Vilmos valóban Meghan miatt kapott össze. Harryt teljesen a bűvkörébe vonta Meghan, nagyon megváltozott. Mindent felad érte, eltávolodik a régi barátaitól, megváltoztatja az alapvető szokásait miatta. Persze egy házasságban mindenki változik kicsit, de Meghannak nem szabadott volna éket vörni Vilmos és Harry közé, nyilatkozta a műsorban. A királyi család életrajzírója, Katie Nicole is megszólalt, és ő is hasonló véleményen van. Mint Lady Campbell, Vilmos herceg nagyon féltette Harryt, ezért az eljegyzésük után többször is megkérdezte, hogy nem érzi-e úgy, hogy túl gyorsan halad a kapcsolat. Harry persze foggal körömmel védte Meghant, és a testvérpár kapcsolata azóta nem a régi. Viccelődnek egymással a nyilvánosság előtt, hogy azért nem érnek rá találkozni, mert Vilmosnak mosogatnia kell otthon, Harryt pedig úgy kell kiszakítani a szerelmi fészekből, azonban a poénok mögött tényleges probléma áll. Pedig Vilmos nagy testvérként csak meg akarta óvni Harryt a csalódástól, és ő az egyetlen, aki megkérdezhet tőle ilyen jellegű dolgokat is. Azóta érezhető köztük a feszültség, Meghan pedig csak ront rajta, mondta az írónő.